Gödöllőn gimnázium alapítását a II. Világháborút követően először 1955-ben engedélyezte az akkori oktatási miniszter. Az iskolának, mely 1958-ban vette fel a gödöllői születésű Aradon mártír halált halt honvédtábornok nevét, Mária Besnyőn a Salvator nővérek államosított egykori rendi épületében adtak helyet, ott működött 1988-ig, amikor elkészült a Petőfi utcában az a modern épület, amely azóta is otthona a Török Ignác gimnáziumnak. Az országosan is elismert oktatási intézmény idén szeptemberben a 60. tanévét kezdte meg. Hány diákkal kezdte meg a 2016-17-es tanévet a Török Ignác gimnázium? Hát még nem 100%-ig pontos az eredmény, hiszen a költözések meg iskolaváltozások miatt van némi, vagy lehet némi módosulás, de pillanatnyilag 725 diákunk van. Ehhez van 51 kolléga, akiknek az összes tanórát el kell látniuk a következő tanévben. Hány évfolyam indult? Hát ha mindent egybe vetünk, akkor 9 évfolyamunk van. Van egy 8 osztályos gimnáziumi képzés, 5. osztályon indul és 12-ben érettségiznek. Van egy 5 évfolyamos kéttannyelvű képzés, akik 9-ben kezdenek, és aztán 13. évben, de hát név szerint 12. évfolyamon érettségiznek, és van 2-4 évfolyamos gimnáziumi osztályunk. Az egyik angol tagozatos, a másik német matematika tagozatos. Mikor indulnak be a szakkörök, egyéb képzések az iskolában, és milyen típusúakat szeretnének indítani? Hát hagyományosan szeptember közepéig fölmérjük az igényeket, gyerekek és a szülők igényeit, és nagyjából ahhoz kapcsolódóan, amit az iskola alapvetően nyújtani tud, próbáljuk kiegészíteni a diákok és a szülők igényei szerint. Hát majd meglátjuk, azért alapvetően a délutáni sport az, ami mindenki számára részben kötelező, de annál sokkal többen használják, mint akiknek kötelező. Másrészt a művészeti nevelés az már a középiskolában nagyon háttérbe szorul, nagyon alacsony óraszámban zajlik, ezért a színház látogatások, vagy a szalagavatós táncoktatás, ami ugyan nem tűnik művészeti nevelésnek, de mégis ahhoz kapcsolható, vagy az opera látogatások, koncertek szervezése, vagy akár a saját diákjainknak a különböző bemutatói, ezek mind olyan tevékenységek, amikre nem kötelez bennünket senki, vagy semmi, de az igények fölmerülnek, a gyerekek is, a szülők is szívesen vesznek részt ilyen rendezvényeken, tehát ezek biztos vagyok benne, hogy idén is elindulnak. Milyen felújításokra került sor a nyár folyamán? Hát idén még a gödöllői önkormányzat volt az iskola működtetője, és a szokásos nyári tisztasági festés, az új osztályoknak a tantermeit tudtuk kifesteni, mosdókat, vécéket, és a 60. tanév tiszteletére elkezdtük egy ilyen elegánsabb folyosórész kialakítását. Ott még vannak hátra munkák, de azért már látványos a különbség az előzőhöz képest. Az első rész, ami elkészült, az egy új megvilágítás ennek a folyosórésznek, illetve egy olyan üveges vitrin, amiben az elmúlt 60 évben elnyert különböző díjaknak, kupáknak biztosít egy méltó helyet. Ezek többnyire sport teljesítményekre emlékeztetnek bennünket. A fal másik részére szeretnénk egy olyan tablót szerkeszteni, amin az iskola eddigi összes pedagógusa ott lesz, hiszen azért 60 év alatt nagyon sokan megfordultak itt, de nagyon sokan az egész pedagógus pályafutásukat itt töltötték a Török Ignác gimnáziumban. Aztán szeretnénk folytatni ezt a tablót azoknak a diákoknak a fényképeivel, akik a 6 évtized alatt a különböző országos tanulmányi versenyeken sikeresen szerepeltek, és akkor így lesz a sportolóknak egy rész, lesz a pedagógusoknak, lesz a kiváló tanulmányeredményt elért, versenyeredményt elért tanulóknak, és a utolsó egységen egy olyan borítást szeretnénk a falra szerelni, amire mindig aktuális eredmények kerülnek föl, oklevelek, különböző dicsérő, kitüntető címeket megörökítő dokumentumok. Egy új informatikai eszközzel is gazdagodott az intézmény.
Ugye a gyerekeinktől tudjuk, meg hát nyilván mi is tájékozódunk ilyen téren is, hogy az informatika világában nagyon sok minden történik, ami az oktatástól nagyon eltávolodott már. De mégiscsak valahogy lépést kellene ezzel tartanunk. Mi ugyan nem vagyunk informatikai tagozatos iskola, de az ide járó gyerekeket is érdekli ez a terület, illetve nagyon sokan mennek mérnöki pályára, ami ma már egészen más, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ma egy villamosmérnök igazából informatikai mérnök. És ezért volt nagy öröm számunkra, hogy Jánosi Zsolt kollégám egy pályázatra invitálta a kollégáikat, diákokat, és aztán ezen a pályázaton, mivel sikeres volt a pályázatunk, sikeres volt ez az egyhetes projektünk, ezért ő nyert egy robotot, amit felajánlott az iskolának, és ehhez kapcsolódott egy kedves szülő is, aki azonnal egy ugyanolyan típusú robotot vett, hogy most már két ilyen kis szerkezettel tudunk legalább kis csoportban olyan színvonalú oktatást biztosítani szakkör keretében gyerekeknek, ami biztos, hogy sokat segít nekik, és a mérnöki pályához egy nagyon jó felkészülést jelent. Bízunk abban, hogy egyrészt a hivatalosan meghirdetett országos programokban is, de más pályázatokon, vagy akár szülői segítséggel, vagy szponzori támogatással tudjuk ezt a robot állományunkat bővíteni, ahhoz, hogy ez komoly munkára adjon lehetőséget, legalább 6-8 ilyen szerkezet kéne, de a kettőnek is nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy lesz még tovább lépés. Milyen változások vannak a tavalyi évhez képest az idei tanévben? Hát egyelőre a változásoknak csak az elején vagyunk, azt tudjuk, hogy mi fog történni. Pillanatnyilag még az átszervezés zajlik, de ez még tőlünk független, tehát az iskolán kívül történik ez az átszervezés. Átalakítják a Krébezberg intézményfenntartó központot, decentralizálják, kisebb egységekre szétbontják, ami azt is jelenti, hogy a járási tankerületek azonban összekapcsolásra kerülnek, és az eddigi három járási tankerületből lesz egy tankerület. Ott viszont ennek a három tankerületnek, három egykori járási tankerületnek az összes intézményének a pénze megjelenik, és ez az egység fogja az talán 80 iskolának, körülbelül 80 iskolának a pénzügyi irányítását biztosítani. Az is újdonság lesz, bár nekem ez nem annyira újdonság volt már ilyen a világ történelemben, hogy látni fogjuk a saját költségvetésünket, fogjuk tudni, hogy az iskolának egy tanévre vagy egy pénzügyi évre mennyi pénze van, mire lehet felhasználni, és a felhasználásban mikor, hol tartunk. Ez nagyon sokat fog jelenteni, mert az előző években ez nagyon hiányzott, hogy nem tudtunk tervezni, illetve nem tudtuk eldönteni, hogy mikor, mire költhetünk pénzt. Ami nagyon nagy változás lesz az, hogy az intézmények elkerülnek az eddigi működtetőtől. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a Gödöllői Városi Önkormányzattal az ilyen típusú kapcsolatunk megszakad. Ezt még pontosan nem tudjuk, hogy fog megtörténni. December közepére várható az átadás, átvétel. Én nagyon bízom abban, hogy a várossal továbbra is megmarad a jó kapcsolat, hiszen eddig is jó volt. És az a fajta együttműködés, ami jellemezte az iskola és a város kapcsolatát, az ezután is meg lesz. Nyilván a városnak az veszteség, hogy az intézményei fölött nem ő fog diszponálni, de biztos, hogy meg fogjuk találni a módját annak, hogy mégiscsak a gödöllői diákok azok érezzék otthon magukat Gödöllő városában is. A menza területén milyen változásokat vezettek be? A kalória nagyon sok újítást vezetett be, ezt mi már régóta szorgalmazzuk, persze nekünk könnyű dolgunk van, mert a gimnazista gyerekek fejével gondolkodunk, és nyilván egy alsó tagozatos kisdiáknál nehezebb probléma lesz ezt megszervezni, de ami számunkra nagyon fontos, hogy egy csipkártyás leolvasó rendszert vezetett be a kalória, innentől kezdve nem különböző színű papírcédulákkal mennek a gyerekek ebédelni, mindenkire rá lesz bízva, ezzel a kártyával akár 8 évig is ebédelhet, amíg ide jár. Ezen kívül egy online felületen keresztül meg tudják rendelni előre a A vagy B menüt, egészen egy hónapra előre választhatnak. Ők saját maguk tudják intézni, vagy a szülők tudják intézni a hiányzások bejelentését.
Tehát az iskolán nem fog múlni az, hogy időben megkapta a kalória az értesítést, nem vonták le a díjakat, amikor a gyerek nem ebédel. Tehát egy csomó olyan egyszerűsítést jelent ez nekünk, ami a mi munkánkat is könnyíti és biztonságosabbá teszi a gyerekek étkezését. A Török Ignác Gimnázium nevelőtestületei már 60 éve folyamatosan a tisztellek, tehát követelek tőled elv alapján viszonyú diákjaihoz. A közvélemény is úgy tartja nyilván az intézményt, mint erős iskolát, ezért a 80-as évek vége óta szinte folyamatos a 3-4-szeres túljelentkezés. Ezt régóta mondjuk, és mondom én is, hogy ha mindenki a maga dolgát tisztességesen elvégzi, akkor működőképes minden. Ez egy iskolára is érvényes. A diák azért van itt, hogy tanuljon, ha a tanár azért van itt, hogy készüljön az órára és tanítson, és a szülő azért áll a gyereke mellett, hogy támogassa a tanulásban, akkor biztos, hogy színvonalas munkát fogunk végezni, ennek lesz eredménye. Azt már most is látjuk, hogy az előző évben végzett évfolyamunknak körülbelül 85-90%-a már most felsőoktatásban tanul tovább. Nagyon-nagyon kevés olyan diákunk volt, aki nem tudott tovább tanulni. Osztályonként egy-két főről van szó.